Nagyon-nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, figyelmesen, ügyesen és minden több sikerrel. Jó munkát! A második osztályosoknak kívánt jó munkát a második Rákóczi Ferenc általános iskola pedagógusa, az Rínyi Ilona matematika verseny megyei döntőjének kezdetén. A megmérettetést, melyen 9 paksi és városkörnyéki iskolából 241 diák vett részt az idén, már csak nem 20 éve rendezik meg az intézményben. Választó és jellegű verseny, tehát A és D, ABCD közül kell kiválasztani az egy jó megoldást, logikai, gondolkodtató, szövegértéses feladatok vannak. A megyéből az első 10-et behívják egy eredményhirdetésre, és a megye első helyezettje az országos versenyen fogsz részt venni. Az alsó tagozat második osztályától a középiskola 12. osztályáig jelentkezhettek diákok a nevezési díj befizetését követően. A Rákóczi iskola növendékei aktív résztvevői a megmérettetésnek. Most az iskolánkból 75 gyerek nevezett, másodiktól ugye 8-ig, picik nagyobb számban, lelkesek csinálják, tanítónénik, tanárok ugye felkészítik őket, minden évben van díjazott gyerekünk, úgyhogy reméljük, hogy idén is sikerül bejutni az első 10-be megyei szinten. Kis Szabó Gábor, Tóbiás és a Rákóczi iskola diákja, 7. osztályos, eddig minden évben részt vett a versenyen. Egyszer értem el eredményt, 9. voltam tavaly. Nekem tetszik ez a verseny, és hát ezért jövök hatodjára. Mindenki tudja, hogy A-tól E-ig lehet választani. Hát általában jó feladatok, izgalmasabb szoktak lenni. Néha logikai, néha egy kicsikét elgondolkodtatóbb, néha egyenletes megoldás ezt igényel, de nekem tetszik. A matematika verseny országos döntőjét áprilisban Szombathelyen rendezik majd meg.